Túl vagyunk az első mérkőzésen, azt is mondhatnám, hogy megjártuk a fogorvost. Persze ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve csak rutinvizsgálatok következnek. Kemenes Szabolcs, csapatunk vezetőedzője aludt rá 4-et. Kíváncsi vagyok arra, hogy változott-e esetleg benne valami, és van-e olyan dolog, amit most másképpen csinálna. Mert továbbra is az a véleményem, hogy sokkal precízebb és sterilebb volt a Budafok játéka, tehát tényleg sallangmentesen, hiba nélkül futballoztak ellenünk, és ami helyzetük megadódott, vagy igazából ami helyzetet egy kicsit mi adtunk nekik, mert túl könnyű gólokat kaptunk, azokat ők meg könnyörtelenül kihasználták. Tehát amit mondtam ott a mérkőzés után is, meg a srácoknak is az öltözőben, ez a mérkőzés azt szolgálta, hogy a következő 37 fordulóban ebből kiindulva és a tanulságokat leszűrve jobbak legyünk, akkor ez előfordul a futballban, főleg egy osztályváltásnál. Alapvetőleg hatalmas különbség nem volt az első 42 percben, amíg ugye nem született az első gól. És azt gondolom, hogy a játék egészét nézve nem éreztem azt, hogy olyan gigászi különbség lenne a két csapat között, de az tény, hogy amit már az előbb is említettem, hogy precízek voltak a kapu előtt, illetve hátul nem vétettek olyan hibát, amiből mi extra helyzetet tudtunk volna kialakítani, és ez a precizitás, ez bőven elég volt ahhoz, hogy megnyerjék a meccset. Maradjunk a pozitívumok, nem ez a mérkőzés. Amellett, hogy rengeteg tanulság a szolgált, azért voltak pozitívumok is. Hiszen, hogyha az ember kijött ide, akkor azt látta, hogy ennek a csapatnak noha kapott egy 4-est, azért van koncepciója. Tehát, hogyha valaki futballszakemberként, vagy egyáltalán szurkolóként nézte a meccset, akkor a hozzáállással, az odaadással és a futballkoncepcióval, a filozófiával nem volt probléma. Tehát ezt megkapta, tehát azt a visszatámadásos játékot, amit megszoktunk tőled, az kijött. Az más kérdés, hogy egy picit távol voltunk a kaputól, és nem, összesen nem tudtuk azt játszani, amit te elterveztél. Persze itt van egy ellenfél is, ezt felejtsük el. Igen, ez a lényeg, hogy nyilván lehet egy terved a mérkőzés előtt, aztán ez fölülíródhat ugye a meccs folyamán. Összességében egyébként egyetértek azzal, amit mondasz, tehát hogy ilyen nagyon apró, pici dolgokon múlt ez, hogy mondjuk nem mi szereztünk vezetés, lásd az Árcsi kapufája ugye az első félidőben, az Oliver helyzete, egyből az első percben, ugye Moha szabadrugása kipattant, az Oliver ugye ott volt helyzetben, vagy volt egy jó beadás, ahol épp hol lemaradt, tehát ugye itt ebben az osztályban pláne ki fognak jönni ezek a pár centis különbség. Így van. Tehát összességében azért nem temetném magunkat, amit te is mondtál, hogy azt gondolom, hogyha egy nagyon picit precízebbé tudjuk tenni a saját gépezetünket, akkor van rációja annak, amit ez a csapat tud és játszik. Tehát azért is várom nagyon ezt a vasárnapit, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy leszűrve a tanulságokat, picit bele kell szokni nyilván a ritmusba, a más követelményekbe, stb. És meglátjuk, hogy így egy picit felkészült ebben, vagy már egy első változáson túl téve magunkat, mire megyünk majd Szegeden. Hány változást tervezel most így a fejedben? Hát ez egy jó kérdés. Alapvetőleg én azt gondolom, hogy óriás változások azért nem várhatóak. Tehát radikálisan nem fog felelni. Nem, egyáltalán nem. Pontosan ugyanerre utalnék vissza, hogy egyfelől nincs miért pánikot kelteni, másrészt egyáltalán nincs is szüksége, nem is szabad, hogy legyen, tehát hogy én sosem voltam híve. Sosem szerettem azt, hogyha túlértékelünk egy győzelmet és alulértékelünk egy vereséget, vagy épp fordítva, tehát hogy én azt gondolom, hogy az eredmény az egy következmény. Ugye az következménye a saját játékunknak, az ellenfél játékának, kicsit a szerencsének, meg a játékvezetőnek. Ennek a négy komponensnek az összetevője az eredmény. Ebből egyet tudsz befolyásolni, a saját játékodat. Tehát a számszerű eredmény kevésbé mutatja meg sokszor azt, ami egyébként elterveződött a héten. Ez több komponens is kell, hogy ez jól működjön. És pont ebből adódóan nem gondolom, hogy radikálisan kellene változtatni az eddigi útunkon. Nyilván azért ez az osztály, azért ez egy fontos dolog, hogy nyilván itt jobban kell alkalmazkodni az ellenfelekhez, hiszen az a nagyon nagy dominancia, ami megvolt tavaly, az most kevésbé lesz meg, de én azt gondolom, hogy ez azért is jó, mert a srácok is több pólusú labdarúgókká tudnak válni.
Tehát most két évig megtanulták, milyen az, amikor domináns futballt tudnak játszani, és minden mérkőzésen ki kell találni valamit, hogy az ellenfél stabil védekezését feltörd. Most itt NB2-ben lesznek csapatok, akik nálunk jobb képességűek, lesznek, akik azonos képességűek, lesznek, akik mondjuk valamivel egy picit gyengébb képességűek, de nagy differencia nem lesz. És ebben tényleg ezek az apróságok fognak dönteni, amit teljesen említettél itt ugye a Budafok ellen, hogy ilyen nüanszokon múlt a dolog. És ez egy új fejlődési lehetőség, ugye sok a fiatal játékosunk is, sok az olyan rutinosabb játékos, aki mondjuk már egy picit lemondott róla a magyar futball, de óriási potenciált rejtenek ezek a srácok még mindig, úgyhogy én azt gondolom, hogy összességében az egész kohéziónak ez egy jó lehetőség, minden mérkőzés. És éppen ezért, hogyha most itt nagyon radikális kapkodásba kezdenénk, akkor a srácok is úgy lennének vele, hogy most akkor gyakorlatilag merre is akarunk tartani. És azt viszont tudjuk, merre akarunk tartani, és bízunk benne, hogy ez eredményes is lesz. Utolsó kérdés. Szegedet ezerszer megnéztétek, feltételezem, megnéztétek a Békés Csaba elleni meccsüket. Játszottunk is a Szeged ellen kupamérkőzés 2020 októberében, de azt hiszem, hogy abban a meccsből nem szabad messze menő következéseket levonni, hiszen az egy kupamérkőzés, és nem mostanában játszottuk. Milyen csapat a Szeged? Mindenképpen egy olyan csapattal fogunk találkozni, aki pontosan tudja, hogy mi a követelménye ennek a ligának, és ahogy említetted a Békés Csaba meccset, a legjobb példája volt a Szegednek erre vonatkozólag, hogy egy klasszikus NB2-es mérkőzést idegenben Békés Csabán meg tudott nyerni, stabilan kapott gól nélkül. Úgyhogy én azt gondolom, azért ez egy beszédes adat rájuk nézve, hogy egy nagyon stabil, masszív brigádhoz megyünk, és ez nyilván nekünk is alkalmazkodni kell, és föl kell venni ezt a stabilitást, ezt az agresszivitást, és azon belül, ha tudunk játékban egy picit előrelépni, akkor lehetünk partiban a Szegeddel. Áron, bár nem volt számodra újdonság az NB2, azért egy picit elszoktál tőle. Milyen volt ismételten ebben a kategóriában pályára lépni? Igen, a kerülettel azért egy két év után sikerült visszakerüljek az NB2-be, 2-2 és fél. Én nagyon örültem, hogy itt lehetünk, hogy játszhatunk, hogy teltház volt, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés volt újra. És milyen volt azt követően, hogy két évig, nem azt mondom, hogy kutyaütővédőkkel találkoztál, de nagyjából nem magas szintet képviselő hátvédekkel harcoltál, adakoztál. Most azért egy újabb szintet kellett lépned. Mennyiben volt más az NB2-ben adakozni a védőkkel? Igen, azért ez egy más szint teljesen. Itt azért felkészültebbek a védők is. Erősebbek, okosabbak, úgyhogy fel kell kötnünk a gatyánkat mindenki. Egy picit távol voltunk a kaputól ezt a pályán, te is így érezted? Igen, talán most nem kezdeményeztünk annyit, amennyi tőlünk megszokott lenne. Ez nem tudom, hogy pontosan minek tudható be, de azért a jövőben ezen mindenképpen javítanunk kell. Mindenekelőtt az ellenfélnek is annak, hogy ez nem az NB3, hanem az NB2. Összességében mosolyogva hagytuk el a pályát. Persze a 4-0-as vereség az mindig fájó, de olyan értelemben mosolyogva, hogy azért mégiscsak ott vagyunk most már a professzionális bajnokságban, és hétről hétre azért egy magasabb szinten tudjuk megmutatni azt, hogy mire vagyunk képesek. Én a vereség ellenére azért nagyon pozitívan látom a dolgokat, főleg ugye a jövőbeni dolgokat. Komoly terveink és céljaink vannak, ezekért teszünk, és igyekszünk megmutatni a pályán, hogy miért vagyunk itt. A Szeged a Nyitányon a Békés Csabát verte 1-0-ra, ebből is arra következtethetünk, hogy egy igen nehéz kihívás vár ránk ismételten. Nagy múltú a kerület-Szeged párharc, ugye az élvonalban, mint a B-ligában. 93-ban találkoztunk velük utoljára az NB2-ben, akkor rúgtunk nekik egy 4-est. Friss élményünk is van a Szegeddel kapcsolatban, hiszen 2020. októberében a kupában 2-1-re vertük őket. Ezzel az eredménnyel, ezzel a végeredménnyel most is elégedettek lennénk.